Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazinunkat látják, tartsanak velünk! Népzene és népi hangszer bemutató. Rendhagyó énekóra a Muzsikás Együttessel. Ballagások országszerte. Elballagtak az Éj és Gyula gimnázium diákjai Dombóváron. Vizsgára bocsátó ünnepség, iskolájuktól búcsúztak a végzős diákok Dombóváron. Hátrányos helyzetű fiatalokon segítenek. Oktatási eszközök beszerzését támogatja a Máltai Szeretett Szolgálat. Rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás Együttes, a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában két alkalommal is. Az idén 50 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes népzenét és népi hangszereket mutatott be a tanulóknak és a pedagógusoknak. Izgatottan várták és végig jól szórakoztak a Muzsikás Együttes rendhagyó énekóráján a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A diákok nem csak a népzenével ismerkedhettek, hanem az ősi hangszerekkel is. Két órát is tartott a zenekar, egyet a felsősöknek, egyet pedig az alsósoknak. Az iskolásoknak ritkán van részük ilyen élményben. Volt már ilyenben részünk, szoktunk járni filharmóniákra is, ott is különböző hangszereket szoktak nekünk bemutatni, viszont az iskolában szerintem először volt ilyen, és nekem nagyon tetszett. Nagyon jó élmény volt, mert már kaptunk itt koncert az iskolában, és mi nagyon élveztük ahhoz képest tényleg, mert nagyon sokan ilyen szoktak beszélgetni, meg ilyenek, de mi mindig végigüljünk, mivel 8 éve már emeltzeneisek vagyunk. Én is nagyon boldog voltam, hogy részt vettünk egy ilyenen, és tényleg ez volt az első, tehát hogy mi még nem tapasztaltuk ezt, és az élmények, hogy csúlyogattunk, hogy énekelhettünk közösen, és táncolunk is rendszeresen. Szóval nekünk ezek így boldog élmény volt. A népzene nagyon közel a szívemhez. 8 éve azt tanulom, és amikor táncolán vagyunk, én is szívesen éneklek, amiket tudok. Én mindig szeretek énekelni népzenéket, és örülök, hogyha van esély például egy ilyen alkalmon énekelni a zenekarral együtt. A rendhagyó énekóra szívügye az idén 50 éves Muzsikás Együttesnek. Muzsikásék bejárták az egész világot, de zenéjükre mégis itthon lenne a legnagyobb szükség, főleg a tanulói ifjúság számára. Ebbe az irányba 2004 végén kezdtek el lépni. Mivel egy darabig ingyen jártak ki az iskolákhoz rendhagyó énekórákat tartani, ezért később egy nagy cég támogatta és támogatja őket jelenleg is. Így el tudunk menni az idén. Ez most már több mint a 70. iskola az idén. Január 15-én kezdtük, és minden héten elmegyünk több iskolába, és így jön ez ki általános iskolákba, alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, szakiskolák, mindenféle, ahol 6 és 18-19 év közötti fiatalokat tanítanak, mindenhova elmegyünk. Az a céljuk, hogy arról a zenéről, hangszerekről, szokásokról meséljenek, amit a falu megőrzött. Az autentikus, hiteles előadás fontos számukra, a dalok közül pedig annyit és azt válogatják, amelyek esztétikailag értékesek, szépek és a tudomány szempontjából is különösen jelentősek. Ki gondolná például, hogy vannak olyan dallamaink, amik több ezer évesek, több ezer év óta kísérik a magyarságot. Hát ezt nem gondolnak, és ha kellene mondani ilyet, hát az ember bajba lenne, ugye? Közben olyan dallamok ezek, amiket a honfoglalók már daloltak, már az előtt. Több ezer tudomány bebizonyította, és pont ez az a dallamcsoport, ezek a régi dallamaink, amelyekre Kodály és Bartók rátaláltak, amikor az új magyar zenét akarták megcsinálni. Más a felnőtt és más a gyerekközönség. A színpadi művész érzi a közönség hangulatát, és arra igencsak reflektál. De mi van akkor, amikor csupa kíváncsi gyerekszemmel találja magát szembe? Alsó tagozat az azért könnyű, mert ők nem csak a hitelesség után elindulnak, hanem ki ismerik fejezni az érzelmeket. Egyből tapsolnak, egyből kiabálnak, egyből csivitelnek, egyből énekelnek, egyből csöndbe lesznek, tehát az könnyű. A felső tagozat, a kiskamaszok, az már egy bonyolultabb dolog, ott már elindulnak hormonok, ugye? Ott már
És ami kényes dolog, hogy ne legyen két korosztály együtt. Az nehéz. A nagyok akkor, hát nem megfagynak, de szóval zárkozottabbak lesznek, vannak a kicsik is, ugye? Ezt is föl lehet oldani. Itt is most ez ott föl lehet oldani, meg attól függ, hogy milyen iskola. A gimnazisták által, tehát az a korosztály, az általában könnyű, őnáluk a ráció megjelenik, és az érzelmek sokkal erősebben. Tehát ott az érzelmi muzsikálás és a racionális érvelés együttese, valamilyen furcsa kis keveréke, az nagyon-nagyon hatékony. Azt tudom mondani, hogy amerre jártunk, gyakorlatilag a magyar ifjúság érdeklődik ez iránt. Mindenhol. Tehát hát annál több, hogy közösen énekelnek, közösen csúlyogatnak. Hát ez egy olyan erős jel, mert szokatlan. Az ilyen jellegű programok nem jellemzőek az iskolában, azonban a muzsikás együttes körülbelül 5 évvel ezelőtt már járt az evangélikus iskolában. Balipap Zsuzsanna segítségével, aki maga is az iskola diákja volt egykoron, sikerült a muzsikás együttest az iskolába meghívni, mondta Sonfay Eszter Dóra intézményvezető. Borzalmasan örültünk, hogy egy ilyen lehetőségünk van, és mivel Zsuzsa itt járt iskolában még anno, annak idején, amikor kezdődött ez az egész iskola itteni működése, ezért aztán egy kicsit kötődve hozzánk, ezért közvetített nekünk, és ezután felvettük a muzsikás együttes vezetőjével, Sipos Mihály úrral a kapcsolatot, és ezt a mai napot sikerült ilyen módon megszervezni, és gyerekek óriási, meg hát mi felnőttek örömünkre is szolgál ez az egész dolog, mert azért ez egy nem mindennapi, és tényleg szószoros értelmében rendhagyó énekóra. Nagyon örültünk, hogy ezt megszervezhettük. Nagyon-nagyon nyitottak, de nem csak az ének zenetagozatos, illetve az ilyen orientációs osztályok, hanem általában a gyerekek nagyon nyitottak erre, és nálunk van lehetőség arra, hogy alsó tagozatban népzenét, népi táncot tanuljanak, és hát ez látszik is most az együttes, ahogy fogadta a gyerekek hozzáállását, nyilatkoztak róla, hogy nagyon jó kis csapat volt. Az evangélikus iskola után másnap az Apácaiban is tartott két rendhagyó énekórát az idén 50 éves Kossuth és Liszt Ferenc díjas együttes, amikor szintén népzenét és népi hangszereket mutatott be a tanulóknak és pedagógusoknak. Május első hétvégéje a ballagásokról szólt. Dombóváron is elballagtak az Igyés Gyula gimnázium végzős diákjai. A gimnázium összlétszáma 470 fő, ebből most 84-en vettek búcsút az iskolájuktól. Idén 103. ballagásukat tartották az Igyés Gyula gimnáziumban. Virágba borult a gimnázium épülete, ez ilyenkor mindig egy kedves, tiszteletre méltó szokás. A díszítés már korán reggel elkezdődött, hogy időre, délelőtt 10 órára minden a forgatókönyv szerint történjen. És valóban elindultak énekszóval 2023 ballagú fiataljai, az öreg gimnázium épületét végig sétálva, mint ahogyan ez már szokás mindenhol. A dombóvári Igyés Gyula gimnázium ballagó diákjainak egyik jó tanácsa a következő évfolyamosoknak az, hogy ne izguljanak. Most a 12. A osztályba járok, ez egy német és angol emeltes osztály. További céljaim nekem a média kommunikáció szakirány, ezért is teszek emelt német és egy emelt magyar érettségit. Szerintem ez egy ilyen kettős érzés, mert egyrészt bennünk van az, hogy ugye itt a búcsúzás, hogy most már itt többet nem leszünk közösen együtt, viszont izgulunk is, és szerintem ezért készültünk 4 éven keresztül, hogy itt most megmutathassuk, hogy mit tudunk. Május a ballagások hónapja. Fontos ünnep ez a búcsúzó elballagó végzős diákok életében, de ugyanannyira szívetszorongatóan jelentős a tanárok számára is. Idén a 103. ballagásukat tartják az Igyés Gyula gimnáziumban, mondta dr. Szenyéri Zoltán igazgató. Nálunk a legszebb és legfontosabb hagyomány az, hogy a gyerekek énekelve vonulnak. A gimnáziumoknak a erőssége, hogy hála Istennek a művészeti oktatás magasabb színvonalú. Ráadásul megkockáztatom az idei évfolyamunkkal az elmúlt 20 év legjobban éneklő évfolyama. Rengeteg olyan diákkal, akiknek kiváló énekhangja van, és így ragaszkodunk ahhoz is, hogy az ünnepségen a szózatot és a himnuszt is közösen énekeljük el. A folyósokon fognak végig menni a diákok, ez a hagyomány, a második emeleten kezdünk, egy jelképes kolompolással, ugye ez a régi időket idézi, amikor még
kézi erővel történt a csengetés, és nem pedig a gépek segítségével, és a folyosókon mennek végig, körbejárják az épületet, és a udvarra érkeznek meg énekelve, és miután elfoglalták a helyüket, utána kezdődik az ünnepség. Most az érettségi attét, ilyenkor már mindent kell tudni a végzős diáknak. Az érettségik hétfőn kezdődnek. Én annak örülök, hogy a Covid-járvány hatására az állam hozott egy szerintem nagyon méltányolandó, hogy szép döntést, hogy az első héten az érettségírásbeli 9 órakor kezdődnek. Ugye ennek közlekedés technikai oka van, a csúcsforgalom elkerülése, de lehet, hogy nem árt, hogy a gyerekek, a végzősök is reggel még egy kicsit tudnak készülődni, esetleg netán tovább aludni, akinek a lelki állapota megengedi. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere szerint a ballagás teszi fel az íre a pontot, hiszen a fiatalok ilyenkor már túl vannak a szerenád bulin, az előzetes vidámságokon. Jártak nálam is péntek délelőtt a hivatalba. Ma azt gondolom, hogy a családé. És nyilván a mai nap sem lehet teljesen elengedni a napot, hiszen hétfőn kezdődnek a vizsgák. Azt gondolom, egy olyan városban, mint Dombóvár, ahol 3 középiskola is működik, és közel 100 végzős van mint 3 középiskolánkban, ez egy nagyon szép szám. És azt láttam a ballagáson tegnap, hiszen voltam már tegnap is, hogy az utánpótlás mindenhol rendben van, ez a szám nem csökken, és a fiatalok közül nagyon sokan választják Dombóvár középiskolának. Sajnos felsőoktatásba kirepülnek innen, de megpróbálunk olyan körülményeket teremteni, hogy itt érdemes legyen visszajönni Dombóvárra, és azok a fiatalkori élmények, amelyek amúgy is visszakötik ide őket, meg legyen spékelve olyan lehetőségekkel is, hogy tényleg itt ássák a jövőjüket Dombóváron. A gimnázium összlétszáma 470 fő, ebből most 84-en ballagnak el. Emelt szintű angol és német nyelvi képzés folyik 2 osztályban, a 4 évfolyamos tagozaton. Ugyanez a lehetőség adott a 8 osztályos rendszerben is, amelyből egy osztály van a gimnáziumban. Később mindenki a saját érdeklődési köre és továbbtanulási szándéka szerint választja az utolsó 2 évfolyamon azokat a tantárgyakat, amelyekre különösen rá akar készülni. A most ballagóknál ez már megtörtént. Május 8-án kezdődnek az érettségi vizsgák. Fordított napot tartottak a Dombóvári Tón a Vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai május 4-én. A fiatalok ilyenkor szokásos módon vidáman zöld nap keretében búcsúztak el iskolájuktól. Szintén csütörtökön tartották vizsgára bocsátó ceremóniájukat és pénteken ballagásukat az MMS Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjai Dombóváron. A végzős diákok beöltöztek mindenfélének, és az alsóbb évfolyamosokat nemigen hagyták tanulni a ballagásukat megelőző napon. A zöld napon a Dombóvári Tolna Vármegyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium végzős diákjaiból néhányat mikrofon végre fogtunk, és terveikről, érzéseikről faggattuk őket. Elizabeth és Beatrix kereskedelmet tanultak. Kereskedő szakon vagyok, a szakmánk már megszereztük 2 hónapja. Hát szeretem ezt a szakmát csinálni, mert hát ez az életem része. Most már dolgoztam több boltban, most is szeretnék majd eladóként kasszába dolgozni. És hát kicsit szomorú vagyok, hogy véget ér, mert jó érzés volt, de valamilyen szinten örülök is, hogy ez a teher lemegy a vállunkról. Pizsamásoknak öltöztünk be, már hideg is van, így rövid ruhát nem nagyon tudunk húzni, és az osztályba megyünk be, majd így néhány gyereket kihívni, feladatokat csináltatni velük. És nagyjából igazából ennyi, amit mi tudunk ma csinálni. Ugye az érettségi után, hogyha meg lesz, már pedig nagy remény, ez talán meg lesz, szeretnék kívülre maradni még egy évet, amikor lesz végre egy szakmám, van már egy a fél éves vizsga után, de az legalább biztosabb, majd pedig egyetemre szeretnék menni. Az iskolától való búcsú során régi hagyományokat folytattak az oktatási intézményben. Ez egy régebbi hagyománynak a felelevenítése. Igazából ez a program sorozat, a végzősöknek a búcsúztatása, az a tegnapi nappal kezdődött el, amikor is tartottunk egy szerenád bulinak nevezett kis rendezvényt. Jelenleg 84 végzősünk van, és a diákok itt az iskolában a padlástérben egy nagyon kedves műsort adtak az őket tanító tanároknak és az osztályfőnökeik, és utána egy ilyen estig tartó kis buli volt ennek a vége. A mai nap lesz ennek a búcsúztatásnak a folytatása. Polgármester úr tart egy köszöntőt a végzőseinknek, majd ők végigvonulnak kocsikkal a városon, és
lesz egy szinte egy régebbi hagyomány, egy faültetés, hogy nyomot hagyjanak ilyen módon is az iskolában a végzőseink. Minden évben a végzős évfolyam ültet egy fát itt az Angol Parkban, és utána természetesen ezt gondozzuk, és visszajönhet megnézni a gyerekek. Úgyhogy ez egy ilyen hosszadalmas programsorozat, aminek a vége az a holnapi napon a ballagási ünnepség lesz, délután 4 órakor fogjuk tartani itt az iskola udvarán. Ezen a vidám napon a továbbiakban az MMS Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjainak vizsgára bocsátó ceremóniáján is részt vettünk. A diákok iskolájuktól a polgármesterhivatalhoz vonultak, itt történt a hagyományt őrző kisbíró és kisbíróné közreműködésével az ünnepi búcsú. Balog Ákos István 12. évfolyamos a szakgimnáziumban, most azonban kisbíró. Ez egy hagyomány az iskolánknak, hogy minden évben érettség előtt egy-két nappal megjelenik, és a polgármestertől engedélyt kérünk, hogy szakmunkás vizsgát és érettségit tehessünk. És általában ugye a Lajstrom könyv, amiért látszódott, és benne is volt a szövegben, oda az összes végzősnek a neve be van írva, és egy pecséttel igazolva van. A polgármester Pintér Szilár többek között azzal biztatta a diákokat, hogy ilyenkor nincs vége a dombóvári létnek. Közben visszaemlékezett a saját ballagására is. Nyilván ilyenkor kicsit sóvárgok is, hogy valamikor is a túloldalra láttam, és még emlékszem rá, hogy mikor. És arra biztatom őket, hogy ne tekintsék életük nagy kihívásának azokat a vizsgákat, amik most jönnek, hiszen erre készültek. Az életben lesznek olyan kihívások, amik felkészületlenül érik majd őket, de hogyha úgy érik az életüket, ez nagyon kb. Számba fog előfordulni. Természetesen ezek ilyen vidám pillanatok, hiszen ők ma zöld napot tartanak. Ami örömteli a város szempontjából, hogy a 3 középiskolánkból mára már 2 ének ezzel a lehetőséggel, hiszen az idejében az Apácai Szakközépiskola is társult a nemének hagyományához. 8:30-kor náluk voltam, 9:30-kor itt vagyunk. A hemisek vonulnak a városba, majd találkoznak az apácaisokkal, akik traktor pótkocsikon vonulnak, és 10:30-kor egy szerény 10 óraira meghívtam őket is vendégségbe, hivatal udvarába. A helyszínen 80 nappali tagozatos tanuló vett részt a ceremóniában. Ha a felnőtt diákokat is beleszámítják, akkor ilyenkor általában körülbelül 120 diákot szoktak ballagtatni. Tudtuk meg Bükösdi Olga intézményvezetőtől, és hogy mindez milyen érzés? Nehéz. Most idén először azt gondoltam, hogy úgy fogom a ballagási beszédemet megírni, hogy osztályonként is elbúcsúzok a beszédben a tanulóktól, de már ilyenkor összeszorul az embernek a torka meg a gyomra, tehát nem szoktam kibírni könnyek nélkül a ballagást. Ez egy vidám nap, tehát ilyenkor teljesen jól érezzük magunkat, de a búcsúzás pillanatában nagyon nehéz. Az az álmunk, vagy az a gondolatunk ennek a tantestületnek és nekem is, hogy az alatt a 4 év alatt, amíg nálunk vannak, az alatt nem csak okos embereket, hanem szép embereket is nevelünk, és amikor ott állnak a ballagáson felöltözve, akkor egy pillanatra úgy ez látszik is, hogy igen, szép emberek lettek. A két oktatási intézmény diákjai pénteken ünnepies keretek között ballagtak el iskolájukból. Új digitális projekttel támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok korszerű oktatását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program keretében a kreatív szervezet által fenntartott iskolákban, köztük Gyulajon is, 21. századi modern eszközökön tanulhatnak a gyerekek. Van egy nagyon jó kis sztorink. Hivatalosan is elindult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat új digitális projektje Gyulajon. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is a lehető legkorszerűbb eszközök segítségével izgalmas történeteken keresztül sajátítsanak el a munkaerőpiacon ténylegesen használható tudásanyagot. Ez nagyon hivatalosnak hangzik, de itt a lényeg tulajdonképpen arról szól, hogy ennek a 780 gyereknek, aki ezekbe az iskolákba 3-tól 8. évfolyamra jár, élményalapú kompetenciafejlesztő programokat szervezünk. Itt például Gyulajon egy robotika szakkör zajlik, ahol a gyerekek egy képzelt történetbe bevonódva hát ilyen nagyon-nagyon mókás robotokat építenek. A mai nap tulajdonképpen ennek a projektnek, ami már 2022. szeptemberében elindult, ennek a projektnek a bejelentése és a hivatalos megnyitója, hiszen ugye a projekt eleje az egy előkészítő szakasz volt, és most tartunk ott, hogy olyan infrastruktúrális beruházásaink vannak. Egy alkotópedagógiai műhelyet alakítottunk ki Tiszabúrán például, hogy a valódi munka beindulhat. A jövő tanévtől pedig rendszer szinten is azt tervezzük, hogy minél több tanórán, minél tudatosabb pedagógiával ott legyenek ezek az eszközök. A program a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége által gyűjtött céges adományokból 60 millió forintból valósult meg. Ami ennek a programnak a bevezetéséhez van,
és 3 évig a támogatására van. Nagyon jó, mert ez egy ugródeszka, kinyílik az ablak a gyerekeknek, a tanároknak, új eszközöket tudnak használni a tanárok, és kinyílik a gyerekeknek egy új világ, ami talán, hát van olyan, aki ismeri, de ami nem talán közös, vagy nagyon jól ismer. De ez egy tanítási módszertan is, kommunikációt fejleszt, csapat építést is fejleszt, és egy analitikai fajta gondolkozást is fejleszt. A gyerekek nagyon élvezik a számukra gyakran eddig ismeretlen eszközök használatát, melyeknek köszönhetően sokkal nagyobb lelkesedéssel állnak az új kihívásaik elé is. Érdekesség volt, hogy gyerekeink nem legóztak, tehát hogy nekik ez a maga legó fogalom is új volt, az ismerkedés is új volt, és talán tovább is tartott, mint egy másik iskolában, de nagyon nagy örömmel csinálják. Kezdetekben ockodtak a gyerekek, mert nem tudták, hogy ez mi lesz, a robotika, meg Lego, ez nagyon idegen volt nekik. Aztán egyre többen próbáltak a szakkörre bekéretőzni, és most 17 gyerekünk az, aki részt vesz ezen a szakkörön, ők 7.-8-asok. Nagyon élvezik, amit csinálnak, egy történetbe van beágyazva az a tudás, amit ők kapnak, és úgy jönnek egy foglalkozásról, még a sztoriba benn vannak, és csillogó szemmel mesélik, hogy ma éppen darut építettek, vagy éppen fogaskerekeket építettek be, és hihetetlen, hogy a gyerekeknek szinte minden területét fejleszti, mert hogy legelőször ugye az irányok, a jobbra-balra, előre-hátra, aztán most ott tartanak, hogy áttétekről beszélnek, meg fogaskerekekről beszélnek. Nagyon-nagyon hasznos és nagyon jó, mi várjuk a folytatást. A nagy sikerű, jelenleg 33 órás szakkörű anyagból az iskola tanárai egy robotika tábort is terveznek a nyár folyamán. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!